innen a zengő kilátójából tökéletesen el lehet érni a kis kézrádióval a pécsi papagáját játszott is, meg a bikalit is, ami a pécsi nyilván közelebb van, a bikal az ide egy ilyen 40 km lett légvonalba. De az az érdekességük, hogy ugyanazon a frekvencián vannak, 4460-93-75-ön, csak a pécsi a CTCSS kóddal van védve, a bikali pedig nem. Gyakorlatban azt eredményezi, hogy mikor a pécsi visszaadja az adásomat, akkor alá hallatszik a bikali papagájnak is az adása, de nyilván a pécsi elnyomja. Viszont hogyha a CTCSS kód nélkül adok a bikalinak, akkor azt a pécsi nem adja vissza, és akkor tisztán hallani vissza a bikalit. Most ezt meg is próbálom megmutatni. Most adunk a pécsire egyet. Reki-breki hegyen völgyön, Gabi, a pécsi papagájnak hall engem valaki vétel. Az alatta lévő zúgás, ami elnyomta vissza a játszott hangomat, az a bikali papagájnak volt az adása. Most leveszem a kódot. Így most ugyanaz a frekvencia, csak CTCS-es kódolás nélkül. Breki-breki hegyen völgyön, Gabi, a bikali papagájnak hall engem valaki vétel. Hallatszik, hogy más a hangszíne is az egésznek, tehát ez biztos, hogy más átjátszó volt. Valaki próbál nekem visszaüzenni, de nem jön át. Szóval érdekes dolog ez nagyon, és innen elég sok átjátszó, meg minden egyéb állomás elérhető nyilván, mert magasan vagyunk, és mindenfelé be lehet látni a területet. Megérkezünk a Pispok Szent Lászlói arborétumhoz, ahol elvileg van büfé, és remélem nyitva van, bár most nem úgy néz ki. Oda néz, bezárták. Aha. Rendben van, nincs büfé. Nincs mosdó, nincs víz. De van itt valami forrás valahol, ahonnan ők is nyerik a vizet. Nincs büfé. Így jártunk. IJB. Aki tudja, az tudja, hogy ez mit jelent. Hát ha már nincs büfé, bejöttünk szétnézni. Nagyon szép ez az épület, gyönyörű parkkal. Na hát ilyennel se nagyon, vagyis hogy elég régen találkoztam már, hogy a emberi település közelébe vagyunk tulajdonképpen, és nincs víz, még meg is kérdeztünk itt egy hölgyet. Nem tudnak vizet adni. Ki vannak száradva a források. Gondolom, hogy palacka hordják föl maguknak. Mert ez a épület, ez a létesítmény is itt egy ilyen forrásból nyeri a vizét. Úgyhogy most a diós kút maradt, amire appellálunk, az itt van egy kilométeren belül. Mert ugye a zengő után nem maradt sok vízünk, még egy kortyot tartalékoltunk, itt van a kis palacba hátul, de most már enyhe dehidratáltság állapotában vagyunk. Reméljük a diós kút megvan. Ha nincs, akkor a bodzás forrás a következő kis újbánya alatt, és az is ki van apadva. Na, akkor vissza kell mennünk ma Óbányáig. De hát kibírjuk, mert azért nem sivatag ez, meg mindössze 6-8 kilométerről van szó, csak kellemetlen lesz.
Meglódult. Köszi. Jó néz ki. Tisztárd bele. Jó lesz szerintem. Igen? Majd hogyha összekutyultad, akkor... Maradék az enyém. Jól néz ki. Igen. Mindjárt véleményt is mondok róla. Egyelőre nem szabad többet, de... Lehet, hogy majd kérek nincs még. Nem, nincs tovább. Na. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Újabb brutál emelkedő. A Kisújbánya mellett a Cigány hegyi kilátóhoz vezető úton vagyunk. Úgy rendben van a meredeksége neki. De szerencsére nem túl hosszú. Egészségetekre. Hát, Fenős Kisújbányán a
klumpás konyha bezárt. De szerencsére Teri néni boltja nyitva van. És hát... Nem túl hideg ez a sör. De azért jó lesz. Egészségetekre! Kis Újbányát elhagytuk, és ez az Óbányai völgy rendkívül gyönyörűséges hely. Megyünk a Bodzás forrás felé. Sajnos igazi, hogy is mondjam, városi turista zarándok hely, úgyhogy hétvégén nem ajánlom. A Bodzás forrás amúgy nagyon jó pihenő, akár éjszakázásra is, de pont ez miatt nem javasolt, mert hogyha mondjuk péntek este aludni itt az ember, szombat már reggeltől megkezdődik ez a turista áradat, kb. 50 méterenként megy el egy ilyen, egy nagy család, egy kis család, egy baráti társaság, 6-8 fő, de olyasmi, mint a rám szakadék körülbelül.